Az elmúlt vasárnapon a nagy lázadásról beszéltem. Arról, hogy az édenkerti bűneset óta az emberiség egy nagy lázadásban van a teremtőjével szemben. Minden bajnak, minden rossznak, minden zűrzavarnak ez a lázadás az oka. Isten szeret minket. Isten jónak teremtette ezt a világot. Isten bennünket is jónak teremtett. Az életet is jónak teremtette. Ami miatt nem tudjuk kiaknázni a benne rejlő jót, az azért van, mert Isten ellen lázadtunk. Isten ellen lázadni két dolgot jelent legfőképpen. Az egyik, amikor elutasítjuk Istennek az uralmát, azaz ellene szegülünk az ő istenségének, az ő isteni pozíciójának. A másik, amikor elutasítjuk az ő törvényét, azaz ellene szegülünk az ő szavának, azt, amit mondott nekünk, hogy hogyan éljük az életünket. Sajnos mi mindannyian lázadók vagyunk. Lázadónak születtünk. Ez a lázadás benne van a természetünkbe. Hogy újra és újra állandóan rugódozunk Isten uralma, Isten pozíciója ellen, és állandóan újra és újra ellene szegülünk az ő szavának, az ő törvényének. Szinte mindegy, hogy Isten mit mond nekünk. Bennünk van ez az ösztön, amely Isten ellen lázad. A múlt alkalommal azzal fejeztem be, hogy vagy mi vetünk véget a lázadásnak, vagy a lázadás vet véget nekünk. A mai alkalommal szeretnék erről egy picit részletesebben beszélni. Szeretnék arról beszélni, hogy Isten milyen rendezést készített számunkra, hogy a kapcsolatunk helyreállhasson vele, és mi a módja annak, ahogyan visszatérhetünk mi ebből a lázadásból, és helyreállhat a békesség köztünk és Isten között. Úgyhogy a mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy a nagy békekötés. A múlt vasárnap volt szó a nagy lázadásról, ma pedig a nagy békekötésről lesz szó. Akkor, amikor itt a Földön egy háború véget ér, és lezárják azt a küzdelmet valamiféle békeszerződéssel, akkor ezek a békék általában a győzteseknek a pozícióit erősítik meg, és a vesztesekre pedig kirólják a sokszor szenvedéssel teljes kötelezettségeket. Tehát a győztesek bosszút állnak, és jóvátételt tesznek, a vesztesek pedig szenvednek és nyomorognak. Biztos nagyon sok csata, háború jutna nektek is eszetekbe a történelmi tanulmányaitokból, vagy akár csak abból, amit a mi életünk során láttunk, és tényleg ez az igazság, hogy az ember, amikor győz, akkor úgy érzi, hogy bosszút állhat, és amikor veszített, akkor sajnos ebből mindig a rövidebbet húzza. Az Ószövetségben van egy nagyon érdekes történet leírva a Sámuel első könyve 11. fejezetének az első 3. versében. Ez a kis eset akkor játszódott, amikor Izraelben éppen hogy kialakuló félben volt a királyság, mint államforma, és az első királynak, Saulnak a fején még éppen hogy csak megszáradt a felkenő olaj, amikor ez a dolog történt. Fölvonult az amóni Náhás, és tábort ütött Jábés Gileáddal szemben. Tehát jött egy amóni vezér, egy amóni sereg, és úgy gondolta, hogy elfoglal egy izraeli települést. De Jábés Gileád polgárai ezt mondták Náhásnak: kös velünk szövetséget, és mi szolgálni fogunk neked. Azaz, látjuk az erőviszonyokat, te erősebb vagy nálunk, szeretnénk, hogyha békében tudnánk élni. Ugye látható, hogy a béke az nem a harmóniát jelentette ebben az esetben, hanem azt, hogy hagy bennünket békén valamilyen módon. Mondd meg, hogy mik a békének a feltételei, hogyan élhetünk veled békében. Az ammoni Náhás azonban ezt felelte nekik: csak akkor kötök veletek szövetséget, ha kiszúrhatom minnyájatoknak a jobb szemét, és ezzel gyalázatot hozhatok egész Izraelre. De Jábés vénei ezt mondták neki: engedj nekünk 7 nap haladékot, hadd küldjünk követeket Izrael egész területére, és ha senki sem jön segítségünkre, akkor megadjuk magunkat neked. Szép kis béke. Szerintem ez a történet nagyon jól illusztrálja, hogy milyen az, amikor a Földön az erősebb békét ajánl. Rendben van, legyen béke, csak azt szeretném, hogy kiszúrnám mindegyikötöknek a jobb szemét, és utána kivetném rátok az adót, a hadisarcot, és akkor békében élhetünk. Ilyen az, amikor a romlott emberi természet csinál békét. És ez nem csak a történelem színpadán van így, hanem ez legtöbbnyire így van az emberek személyes életében is. Rendben van, békességben élhetek veled, ha minden úgy lesz, ahogy én akarom. Rendben, békességben élhetünk, hogyha te engem szolgálsz. Hogyha megcsinálsz mindent,
amit én akarok. Rendben, megbékülök veled, hogyha jóvá teszed azt a kárt, amit elrontottál, és amúgy is az én pozícióm lesz a biztos. Ilyen az emberi béke. Hogyha a történelmet megfigyeljük, akkor sorba a háborúk végi békék, azok valahol mindezt tükrözték. Mi magyarok különösen is szenvedő alanyai vagyunk az ilyenfajta emberi békéknek. Amikor az első világháború után megkötötték a békeszerződéseket, a győztesek és a vesztesek, akkor a ránk vonatkozó békét Trianonban írták alá. Hát igazából ebbe a békébe sok beleszólása nem volt a magyar képviselőknek, hanem csak el kellett fogadniuk azt, amit a győztesek rájuk kényszerítettek. És ez egy olyan béke volt, ami nem hozott egyáltalán megbékélést, sőt, fájdalmat, szenvedést és mindenféle keserűséget korbácsolt fel még ma 100 év után is, de mégis kénytelen volt a vesztes elfogadni azt, amit a győztes diktált. Abban a békében a korábbi osztrák-magyar monarchia területét képező magyar országnak a több mint 2/3 csatolták el más országokhoz. Magyarország lakosságának több mint a fele máshova tartozott. A magyar nemzetiségű emberekből kb. 3,3 millió ember rekedt az országhatáron túlra. Sokszor települések közepén húzták meg az országhatárt, és szenvedés volt. És akkor kirótták a jóvátételt, és ez egy óriási gazdasági katasztrófát jelentett az országnak. Csak hogy illusztráljam ezt, szeretnék egy pár adatot mutatni nektek. Ami a gazdaságot illeti, a korábbi magyar királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. És az emberek lelke fájt. Egy egész ember lelke fájt. Ilyen az emberi béke. Aztán amikor a második világháborúban, és illetve amikor az véget ért, ismét rendezni kellett a sorokat, akkor a korábbi felcsillanó remény után Magyarország visszakényszerült szintén a trianoni határok mögé, sőt még plusz néhány települést elveszítve, és a győztes fél a béke fejében kirótta, hogy 300 millió dollárt kell fizetnie jóvátételül az országnak, ami jelenlegi pénzben több milliárd dollárnak megfelelő összeg. Hogyha nem háborúról, hanem egy lázadásról volt szó, és valaki vagy valakik fellázadtak egy fennálló rendszer ellen, akkor még sokkal csúfosabb véget ért a dolog. A Római Birodalom idejében voltak nagy rabszolga lázadások, ezek közül talán a legismertebb a Spartacus féle lázadás, ami valamikor a Krisztus előtti 8. évtizedben zajlott, és amikor végül is néhány év háborúzás után véget ért ez a lázadás, akkor a győztes rómaiak 6000 fellázadt rabszolgát feszítettek keresztre a Rómából délfelé vezető út mentén. És ezeknek a keresztre feszített rabszolgáknak a tetemeit éveken keresztül otthagyták az út mellett, hogy a járókelők elborzadva láthassák. Ilyen az emberi béke. Amikor a győztes az erősebb békét köt, az mindig az ő érdekeit szolgálja, az ő pozícióit erősíti meg, és a vesztesnek mindig a kárára van. A vesztesnek mindig fájdalmat és szenvedést okoz. Amiről ma szeretnék beszélni nektek, az az, hogy az isteni béke teljesen más. Hogy Isten teljesen másként viszonyul a vesztesekhez, a gyengébbekhez és a lázadókhoz. Az Ószövetségben olvasható egy szakasz, amelyben az Úr Ézsaiás prófétán keresztül szól Izrael lázadó népéhez. Hallgassátok és figyeljétek meg, hogy milyen hozzáállás, milyen viszonyulásmód látható Isten részéről a lázadók iránt. Megkereshettetek volna, mondja Isten, de nem kérdeztetek. Megtalálhattatok volna, de nem kerestetek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet.
Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Annyira csodálatos az, ahogyan Istennek a szíve láthatóvá válik ezen az üzeneten keresztül. Ott van Izrael népe, akit kiválasztott, akivel szövetséget kötött, akiket annyi módon megáldott, akiknek oda ajándékozta tejjel és mézzel folyó földet, akiknek azt mondta, hogy ti lesztek az én népem valamennyi nép között, és rajtatok fogom megmutatni az én nevemet. És ez a nép lázadt, újra és újra lázadt, és Isten ellen fordult. És nézzétek meg, hogy Isten mit mond nekik. Azt mondta, hogy kitártam az én karjaimat felétek naphosszat. Próbáld meg most ezt a képet elképzelni. Talán a tékozló fiú példázata az, ami leginkább eszünkbe jut erről a képről. És képzeld el, ahogyan az Atya, az örökkévaló Isten ott áll naphosszat kitárt karokkal. És nem az öklét rázza, hanem azért, hogy hátha visszafogadhatja és átölelheti az ő visszatérő lázadó népét. És közben szól, és azt mondja, hogy itt vagyok, itt vagyok. Tehát az az Isten, aki mindenható, aki bármit megtehetne, aki erősebb, aki a győztes, aki pozícióban van, ő megalázza magát szinte. És kitárt karokkal szól, hogy itt vagyok, gyere vissza hozzám, lázadó népem. És mit tesz a lázadó ember? Ahelyett, hogy visszatérne, ahelyett továbbra is a maga útján jár. Kedves barátaim, abban az üdvtörténeti korszakban, amiben most élünk, pontosan ugyanez zajlik. Amióta az örökkévaló fiú Isten emberi testet öltött, bejött ebbe a világba, meghalt a bűneinkért, majd feltámadott a halálból, Isten kitárt karokkal vár. De nem népekre, nem nemzetekre, hanem egyes emberekre. Rád és rám. Arra vár, hogy visszatérj a saját utadról, hogy feladd a lázadásodat, és rendezd a kapcsolatodat az Istennel. Mert ő békét szeretne veled. Ez az ő hozzáállása. Szeretne visszanyerni téged magának. Szeretné, hogy ismét harmónia legyen közted és közte. És tudjátok, amikor Isten a békéről gondolkodik, akkor ő nem egyszerűen csak konfliktusmentes helyzetről gondolkodik. Isten számára a béke az nem szimplán egyszerűen csak felszínesen a rend helyreállítását jelenti. Hanem Isten gondolataiban a béke az a teljes harmóniát jelenti. A prosperálást jelenti. Egy olyan fajta kapcsolatot, amelyből táplálkozni tudsz és gyümölcsözni tudsz. Ez az isteni béke. És ebben a korszakban, amelyben most vagyunk, de talán hamarosan véget ér, Isten kitárt karokkal várja a lázadókat, hogy jöjjenek vissza hozzá, és rendezzék a kapcsolatukat vele. Szeretnék három olyan szakaszt mutatni nektek az Új Szövetségből, amelyben az ige erről a megbékélésről beszél, és egy néhány gondolatot kiemelnék belőle. Az első ige a Kolossé 1.19.22, ami a következőt írja. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Hadd álljak meg rögtön. A teljesség nagybetűvel ez az örökkévaló Isten. A mindenható, hatalmas Isten. Az ő benne pedig a fiú Isten, aki emberré lett a názáreti Jézus Krisztus személyében. Azt mondja a Biblia, hogy a teljességnek, a mindenható Istennek úgy tetszett, hogy emberi testben eljöjjön ebbe a világba, és a názáreti Jézusban benne lakjon a maga egészében. Tehát tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent. Miért jött el a fiú ebbe a világba? Mi volt a küldetése? Hogy megbékéltesse az embert az Istennel. Ez volt az ő eljövetelének a fő célja. Nem azért, hogy egy vallást alapítson, egy újabbat a többi mellé, hanem azért jött el, hogy megbékéltesse az embert az Istennel. Hogy helyreállítsa azt a kapcsolatot, ami tönkrement. Érted és értem. Hogy legyen egy lehetőségünk lázadókként visszatérni ő hozzá. Tehát, hogy általa békéltesse meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Milyenek voltunk? Azt mondja a Biblia, hogy ellenséges gondolkozásúak voltunk, elidegenedtünk az Istentől, és gonoszak voltak a cselekedeteink. Na ez a korképe az Isten ellen lázadó emberiségnek. Hogy ellenségesek voltunk vele szemben, hogy elidegenedtünk a neki tetsző élettől, és mindenféle gonosz cselekedetekben éltünk. De Isten nem akarta, hogy ez így maradjon, hanem a végén láthatjuk, hogy ő egy változást szeretett volna. És azt szerette volna, hogy végül mégis tisztán, fedhetetlenül, szabadon állhassunk meg ő előtte. És így lehessünk vele az örökké valóságban. És ezért küldte el az ő fiát, akiben megbékéltetett bennünket önmagával. Azt mondja a Biblia, hogy úgy szerzett békességet, hogy az ő vére kifolyt a keresztfán. Amikor Jézus meghalt a kereszten, és az ő vére kifolyt, ez a dolog tette lehetővé azt, hogy nekünk az Istennel a kapcsolatunk helyreálljon. Ha ez nem történt volna meg, akkor nem lett volna lehetőségünk arra, hogy a kapcsolatunk helyreálljon. Miért? Azért, mert mi fellázadtunk Istennel szemben, és áthágtuk az ő törvényeit. És ez nem egyszerűen csak egy vétek volt vele szemben, hanem egy olyan szellemi valóság jött be az életünkbe, a bűn egy olyan szellemi valóság volt, amely elzárt bennünket a Szent Istentől. És ezért a bűneinkkel együtt nem tudtunk volna soha visszatérni az Isten jelenlétébe, bármennyire is szerettük volna, vagy ő szerette volna. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy az ő vére eltörölje a bűnt. Így mondja a Biblia, hogy amikor Jézusnak a vére, az a tiszta, hibátlan, tökéletes vér, az a bűn nélküli vér kifolyt a kereszten, akkor ez a mi bűneinket törölte el. Mert ő ártatlan volt. És hogyha valaki hisz Jézus Krisztus áldozatában, akkor a bűnei eltöröltetnek, és Istennel a kapcsolata helyreállhat. Ezért Jézus Krisztusnak a keresztfán kifolyt vére volt az az esemény, amely biztosította számunkra a megbékélésnek a lehetőségét az Istennel. Egy dolgot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból, ami elgondolkodtató. Nézzétek meg, azt írja a Biblia, hogy általa, a fiú által békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben. Hol akart Isten mindent megbékíteni magával? A földön és a mennyben. Az, hogy a földön Isten meg akarja békéltetni az embereket önmagával, az logikus és egyértelmű. De miről beszél az ige? És miért mondja, miért beszél arról, hogy a mennyben is meg akart Isten békéltetni magával mindeneket? Van egy gondolatom ezzel kapcsolatosan, amit szeretném megosztani veletek. Tudjátok, a lázadás nem csak a földön történt meg, hanem a lázadás megtörtént a mennyben is. Sőt, a mennyben előbb történt meg a lázadás, mint a földön. Volt egy személy, a nagy felbújtó, aki az embert fellázította az Istennel szemben, és ez a személy volt az, Istennek egy angyali fejedelme, egy tökéletes, dicsőséges angyali fejedelem, aki elsőként Isten ellen lázadt, és a Biblia bár nagyon részletesen nem ír róla, de mégis említést tesz arról, hogy az angyali lényeknek egy bizonyos részét is Isten ellen fordította. Hogyan tehette ezt? Szerintem ugyanúgy, mint ahogyan az embert lázította Isten ellen. Az embert hogyan lázította? Eljött, elkezdett suttogni a fülébe, és kétségeket támasztott az emberben az Isten jósága és az Isten szeretetevel kapcsolatosan. Jött az emberhez, és azt mondta, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról sem mehettek? Hát igen, igen, mert ha eszünk róla, meg kell halnunk. Ó, de hogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek arról a fáról, meg fog nyílni a szemetek, és ti is olyanok lesztek, mint ő. És az Isten nem akarja ezt. Az Istennek hátsó szándékai vannak igazából. Ő csak úgy csinál, mintha szeretne titeket. Ő csak úgy csinál, mintha ez jó lenne nektek. De tudod ám, hogy van ennél még jobb is. És az Isten azt nem akarja neked. Tehát mit tett a kísértő az emberrel? Megkérdőjelezte az emberben az Isten jóságát és az Isten szeretetét. És hogyha ezt csinálta az emberrel a földön, akkor el tudom képzelni, hogy ugyanilyen ezt csinálta a mennyben is az angyali lényekkel. Lehet, hogy ott is oda ment az angyalokhoz, csoportosan vagy egyenként, és akkor suttogott nekik, és azt mondta, az Isten nem is jó. Persze, ő eladja itt magát, mint teremtő. Persze, ővé a hatalom. Meg ti azt hiszitek, hogy jó nektek itt. De ennél lenne jobb is. És akkor az angyalok egy része hit neki. És fellázadt és mellé állt. És
Így jött létre az az ellenséges közeg, amelyben a létezünk. Most azt mondja a Biblia, hogy amikor Isten feláldozta az ő fiát, azért tette, hogy megbékéltessen önmagával mindeneket a földön és a mennyben. Hogyan történhetett ez? Úgy történhetett, hogy amikor Jézus a kereszten szenvedett, akkor nyilvánvalóvá vált az egész szellemvilág és a menny előtt, hogy az Isten tényleg jó. Miért? Mert a teremtőnek soha nem kellene meghalnia. Hogy lehetséges? Mi a magyarázat arra, hogy a teremtő mindenható Isten az emberré lesz, és a gonoszok kezébe adja magát, és engedi, hogy azt csináljanak vele, amit akarnak, miközben bármikor véget vethetne ennek. Hiszen a mindenható Istennek meg lenne a hatalma arra, hogy levegye az ő fiát a keresztről, hogy szétcsapjon úgy a római katonák, mint a zsidó vallásos vezetés között. A fiú Istennek meg lett volna a hatalma arra, hogy leszálljon a keresztről, és egy pillanat alatt megsemmisítse az összes ellenségét, de nem tette. És amikor Jézus a kereszten függött, és hagyta, hogy rámásszon a gonosz, mint a Gulliverre Lilliputban a törpék, akkor a menny elcsendesedett, és az összes angyali lény nézett, és azt látták, hogy az Isten tényleg jó. Az Isten tényleg szeret, mert hogyha a hatalmas, erős Isten képes ezt vállalni az ő teremtményeiért, akkor ez csak egy dolgot igazolhat, hogy az Isten tényleg szeret, és az Isten tényleg jó. Kedves barátom, amikor a mindenható Isten fia ott szenvedett a kereszten, meghalt, gonoszok kezébe adta magát, azért tette, hogy ő, mint az erősebb fél, helyrehozza azt, amit mi gyengébb fél elrontottunk. Nem tőlünk várta, hogy fizessük a hadisarcot. Nem tőlünk várta, hogy tegyük jóvá azt a kárt, amit neki okoztunk. Nem nekünk okozott szenvedést. Nem rajtunk akarta behajtani a lázadásunknak az árát, hanem mit tett? Ő saját maga felvállalta. Ez felfoghatatlan. Ez az embernek a szívét megragadja. Hogy lehet az? Hát itt a földön, ha valaki győz, ha valaki pozícióba kerül, akkor elnyomja a gyengébbet. Ő pedig nem ezt teszi. Megtette volna, hogy eltörölje az egészet, és csináljon egy újat. De nem, mert ő minket akart. Ő téged akart. És akkor is, hogyha lázadó voltál, ő azt mondta, hogy mindent vállal, és mindent megtesz azért, hogy te visszajöhess, csak akarnod kell. Egy következő ige a római levél 5. fejezetének a 6. versében, a 6. versétől a következőt írja. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Mi a megbékélés? Ajándék. Nem azért van, mert mi bebizonyítottuk, mert mi jóvá tettük, hanem azért, mert Isten nekünk akarja ajándékozni. Nézzétek meg, mit ír a Biblia, hogy milyen állapotban voltunk akkor, és kik voltunk akkor, amikor Isten ezt a békét megkötötte velünk. Azt mondja ez a szakasz, hogy erőtlenek voltunk még, hogy istentelenek voltunk, hogy bűnösök voltunk, hogy az ellenségei voltunk. Ilyenek voltunk. Van ott egy kissé filozófikus kérdés, ám de nagyon személyes is. Amikor Pál azt írja, hogy hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki. Bár a jóért talán vállalná valaki a halált. Hadd kérdezzem meg, van olyan ember az életedben, akiért kész lennél feláldozni önmagadat? Az életedet? És nem kell kimondani, csak gondolj rá. Van olyan ember? Ki az, akinek van olyan ember, akiért feláldozná az életét? Nem kérdezem meg azt, hogy ki, de biztos vagyok benne, hogy ez nem a szomszédod, nem a főnököd, nem a polgármester, vagy a miniszterelnök, hanem valaki, aki nagyon közel áll a szívedhez. Valószínűleg a gyereked,
vagy az unokád, vagy a dédunokád, vagy esetleg a feleséged, vagy a férjed, de az biztos, hogy az ellenséged nem. Azért a rohadt szemét, nem tudom én, hivatalnokért, aki megint borsot tört az orrod alá. Azért a szemét szomszédért, aki megint a kutyája levizelte a te kerítésedet. Biztos nem adnád oda az életedet. Nézzetek, mit ír a Biblia. Azt mondja, hát az igazért talán még valaki vállalná a halált. De a fiú Isten, aki testet öltött, mit tett? Mikor vállalta értünk a halált? Amikor mi erőtlenek voltunk, istentelenek voltunk, amikor bűnösök voltunk, és amikor ellenségei voltunk. Mit mutat ez? Azt, hogy ő szeret minket. Hogy ő békét akar kötni velünk. Hogy ő semmi akadályt nem akar gördíteni az elé. Sőt, mindent meg akar tenni azért, hogy mi, ha szeretnénk, a kapcsolatunkat rendezhessük ő vele. Hogy kijöhessünk a lázadásból. Barátom, jó egy ilyen úr uralma alatt élni. Jó egy ilyen úrhoz megtérni. Jó egy ilyen úrnak a szaváért feladni a bűneidet. A törvényszegéseidet, amiről pontosan tudod, hogy a romlásba visz. Ez annyira nagyszerű, annyira csodálatos, hogy ő mindent megtett azért, hogy mi rendezhessük a kapcsolatunkat ő vele. Hogyan élsz? Rendezted már a kapcsolatodat Istennel? Megbékéltél már vele? Kijöttél már a lázadásból? A nagy globális lázadásodból? Vagy a kis mindennapi lázadásaidból. A harmadik ige az a Korintusi második levél 5. fejezetében található a 17. verstől, ahol azt írja a Biblia. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Egy teljesen új kezdet. Nézd! Azt mondja Isten, hogy oké, bűnös voltál, lázadó voltál, istentelen voltál, de tudod mit? Én hajlandó vagyok teljesen újat adni neked. Hajlandó vagyok a múltat teljesen lezárni, és egy teljesen újjal megajándékozni téged Jézus Krisztusban. Mindez pedig Istentől van, ez a lehetőség. Aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Nem nekem tulajdonította a bűneimet, az összes szemetségemet, disznóságomat, hamisságomat, tisztátalanságomat rátette az ő fiára. A mi bűneinket hordozta. Azt írja az Ézsaiás 53. Mi azt hittük, hogy Isten haragja sújtja őt. Pedig közben a mi bűneinket hordozta. Magára vette. És szeretném, hogyha látnád, tudnád, éreznéd, hogy ez nem csak így általánosságban a világ bűneivel történt, hanem a te személyes bűneiddel. Ha bármit elrontottál az életedben, bármiben hamis voltál, tisztátalan voltál, lázadó voltál, törvényszegő voltál, a fiú Isten ott a kereszten a te személyes bűneidet magára vette. Azért, hogy rendeződhessen a kapcsolatod az Istennel. Őt tette bűnné, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten hív téged, hogy békélj meg vele. Ez a szakasz már nem csak a megbékélésről beszél, és arról, hogy ez hogyan történt, hanem arról is, hogy ezt minden embernek meg kell tudnia, meg kell ismernie. És hogyha valaki már megbékélt az Istennel, akkor neki az a feladata, hogy hívja a többieket is, hogy gyertek, ti is béküljetek meg. Te már megbékéltél Istennel? Rendezted a bűneidet? Feladtad a lázadásodat? Ha még nem, akkor ma hívlak, hogy gyere, gyere haza. Az Isten kitárt karokkal vár téged. Ha pedig már megbékéltél az Istennel, akkor tudd meg, hogy van egy küldetésed. Hogy azt a békét, amit Istentől kaptál, azt terjeszd. És hívd az embereket arra, hogy ők is béküljenek meg az Istennel. Nem arra kell hívni az embereket, hogy legyenek egy vallásnak a tagjai. Nem arra kell hívni az embereket, hogy legyenek a veszprémi keresztény közösség tagjai.
Arra kell hívni az embereket, hogy béküljenek meg az Istennel. Nem egy izmushoz, nem egy teológiához, nem egy filozófiához, hanem egy személyhez, az ő teremtőjükhöz, aki szereti őket. Hogy békülj meg vele, mert tudd meg, hogy a legfontosabb kapcsolat az életedben az a teremtőddel való kapcsolat. És minden azon múlik, hogy vele harmóniában élsz-e vagy nem. Ha nem érsz harmóniában Istennel, ott ette meg a fene az egészet. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is? Mondja Jézus, de a lelkében kárt val. Mit ér neked, ha hosszú életed lesz? Mit ér neked, hogyha sportos leszel, öregkorodik? Mit ér neked, ha gazdag leszel? Mit ér neked, hogyha karriert futsz be ezen a világon, hogyha az Istennel való kapcsolatod nincs rendben, és végül elveszítesz mindent? Az Istennel való megbékélésre nem csak az örökkévalóság miatt van szükséged, bár leginkább amiatt van rá szükséged, hanem, hogy a földi életed másként zajljon. Hogy legyen harmóniád, legyen békességed, legyen örömöd. Mit jelent Istennel megbékülve élni? Istennel megbékülve élni az nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy nincs konfliktus közöttünk, hanem, hogy mondtam, az az Istennek a sálómi, a békessége, az egy olyan harmónia, az egy olyan állapot, amelybe bele tudsz gyökerezni, és amelyből növekedni tudsz, és prosperálni tudsz. Istennel békével benélni az azt jelenti, hogy nincs már ott a bűn az életeden, ami elválasztana tőle. Az azt jelenti, hogy nincs ellened többé vád. Az azt jelenti, hogy amikor Isten rád néz, akkor nincs vágya ellened. Az azt jelenti, hogy amikor te az Istenre nézel, akkor tiszta a lelkiismereted. Amikor rá gondolsz, nincs bűntudatod. Amikor arra gondolsz, hogy van Isten, akkor öröm fog el. Akkor bizalom van benned. Akkor reménységed van. És az egész életednek a minősége mássá lesz. A legbiztosabb pont az életben, amit soha senki nem vehet el tőled, hogyha megvan, az az Istennel való harmónia. Ez minden békének az alapja. Nem fogsz tudni békében élni se önmagaddal, se másokkal, se a világgal, se a jövőddel, csak ha Istennel békességben vagy. Békülj meg az Istennel. Te tudod, hogyha van, ami elválaszt tőle téged. Te tudod a szívedben, hogyha lázadásban élsz. Azt nem kell bemutatni senkinek. Gyere vissza ő hozzá. Azt mondja ez a szakasz, hogy Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Az ő részéről már semmi akadály nincs. Ő mindent elintézett. Csak egy kérdés van, a mi szándékunk. Idéztem azt a ézsaiási szakaszt az elején, amelyben Isten szólt Izrael népéhez, ezt hadd olvassam fel még egyszer. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam kezemet naphosszat a lázadó nép felé, amely nem a jó úton jár, hanem saját gondolatai után. Látjátok, ahogyan már beszéltünk róla, ez a szakasz arról szól, hogy Isten mindent elrendezett, az ő karjai nyitva, és ő szól, és várja, hogy az emberek visszatérjenek hozzá. Olyan furcsa, hogy egy ilyen isteni béke ajánlat ellenére rengeteg ember van, aki nem mozgatja a fülebotját se. Aki nem akar visszatérni, hanem megmarad a lázadásában és a tévegésében. Ma is sok ilyen ember van. A kérdés, hogy vajon hogy lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy miután Jézus meghalt a bűneinkért, és feltámadt a halálból, és ilyen lehetőséget adott nekünk, mégis sok ember nem törődik vele, és nem békül ki Istennel. Miért nem békülsz meg? Lehet, hogy ez a kérdés neked szól. Miért nem békülsz meg? Négy eshetőséget szeretnék felsorolni, hogy miért nem békül meg valaki, ha nem békül meg. Az első az, hogy nem érti. Talán azért nem békülsz meg, mert nem érted. Mert nem érted, hogy ez mennyire fontos. Mert nem érted, hogy ez a legfontosabb dolog az életedben. Lehet, hogy azt hiszed, hogy az a legfontosabb, hogy lesz-e családod, vagy nem lesz. Lehet, hogy azt hiszed, az a legfontosabb, hogy mennyi pénzed lesz. Lehet, azt hiszed, az a legfontosabb, hogy hogy nézel ki. Lehet, hogy azt hiszed, az a legfontosabb, hogy milyen hosszú ideig fogsz élni. És egy csomó minden dologról azt hiszed, hogy az fontos. És nem érted, hogy miért lenne fontos az Istennel való megbékülés. Azt írja a Biblia a Korintusi második levél 4. fejezetébenek a 3.-4. versében, ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Sajnos, ha valaki
a kárhozat útján halad, számára nem világos ez az evangélium. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Nézzétek, mit ír a Biblia. Azt írja, hogy e világ Istene, a sátán megvakítja az embereknek a szemét. Tudjátok, hogy a sátán hogyan vakítja meg az emberek szemét? Nem egy ilyen petrencés ruddal jön, hanem port hint. Sok apró kicsi port. Aminek az lesz a következménye, hogy az emberek nem ismerik fel, és nem látják a megbékélés evangéliumának a dicsőségét. Mert elvonja az emberek figyelmét. A pénzzel, a karrierrel, az élvezetekkel, a munkával, a művészettel, a tudománnyal, a filozófiával, egy csomó minden dologgal, amit ez a világ kínál. És az emberek valahogy elveszítik az étvágyukat az Istennel való kapcsolat iránt. Ne engedd, hogy az ördög elvonja a figyelmedet, és bármi más fontossá tegyen az életedben, mint az Istennel való kapcsolatodat. Ne engedd, hogy megvakítson téged, hanem lásd, hogy ez a legfontosabb dolog az életedben. A Biblia arról beszél, az Efézus 6. fejezetében, hogy az evangélium hirdetése az tulajdonképpen a békesség evangéliumának a hirdetése. Amikor azt mondja, hogy felsarúzva lábatokat a békesség evangélium a hirdetésének a készséggel. Amikor kijössz otthonról reggel, légy kész arra, hogy segíts valakinek megbékélni Istennel. Jézust az Ószövetség profécia a béke fejedelmének nevezi. Miért? Mert ő hozta el a békét. Ez a legfontosabb, hogy ez a békesség meglegyen. Egy második ok, ami miatt nem békül meg valaki Istennel, ha nem békül meg, az, hogy mert jobban szeret valami mást. Talán azért nem békülsz meg Istennel, mert jobban szereted. Mit? Jobban szereted a bűneidet. Jobban szereted a lázadást. Vannak dolgok talán az életedben, amiről tudod, hogy az Isten előtt nem kedves. Pontosan tudod, de mégis csinálod. És inkább lemondasz az Istennel való jó kapcsolatról, mint hogy megváljattal a bűnöttől. Lehet, hogy viszálykodó vagy. Lehet, hogy pletykálkodó vagy. Lehet, hogy parázna vagy. Lehet, hogy házasságtörő vagy. Lehet, hogy pénzsóvár vagy. Lehet, hogy harácsoló vagy. Lehet, hogy gőgös vagy. Lehet, hogy irigy vagy. Lehet, hogy versengő vagy. És pontosan tudod, mert a Szent Szellem már jelezte neked, hogy ez nem jó. Ez nem az épülésedet, hanem a romlásodat fogja eredményezni. De te inkább ragaszkodsz ehhez, mint az Istennel való jó kapcsolathoz. Azt mondta Jézus egy alkalommal, a János 3:19-21-ben olvassuk, hogy az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba. De az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Nézzétek az első mondatot. Mi az ítélet? Az ítélet nem az, hogy Isten fenyeget, meg nem az, hogy majd lesújt, hanem mi az ítélet? Az ítélet az, hogy eljött a világosság, de bizonyos emberek jobban szeretik a sötétséget. Azaz, mi magunknak gyűjtjük az ítéletet. Isten amnestiát hirdetett, békét hirdetett, teljes helyreállást hirdetett azoknak, akik ezt akarják. Akik nem akarják, azokat nem tudja megmenteni a saját döntésük következményeitől. Vannak emberek, akik jobban szeretik a bűneiket, mint az Istennel való kapcsolatot, és ezért nem jönnek a világosságra. Gyere ki a világosságra. Add fel azokat a dolgokat, amelyek aláássák az Istennel való kapcsolatodat. A harmadik eshetőség, ami miatt nem békül meg valaki Istennel, ha nem békül meg, mert szégyelli. Amikor az Édenkertben megtörtént a bűneset, és az embernek megnyílt a szeme, mit látott először? Hogy mezítelen. És amikor jött Isten ismét a kertbe, akkor elbújt. Amikor Isten kérdezte, hogy hol vagy, akkor így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Lehet, hogy te is szégyelled magad. Lehet, úgy érezed, hogy annyira bűnös vagy, hogy te már nem jöhetsz az Istenhez. Lehet, hogy úgy érzed, hogy jönnél a gyülekezetbe, de már nem akarsz jönni, mert szégyelled magadat. Mert itt annyira szeretetet kaptál, és nem éltél vele. Hadd mondjam el neked, nem tartozol semmivel. Jézus kifizette a tartozásodat. Csak jönnöd kell. És ő vár téged. Alig várja, hogy a békesség helyreálljon közted és közte. Ne szégyeld. Egy negyedik eshetőség, ami miatt valaki távol marad a megbéküléstől. Azért, mert fél. Mitől fél? Talán attól, hogy Isten mit fog szólni.
Vagy talán attól, hogy a körülötte lévő emberek mit fognak szólni. Nikodémus egy ilyen ember volt. Vágyott Jézus után. Kereste őt, de nem merte felvállalni. Mert félt, hogy a többi vallási tanító majd megveti őt. Lehet, hogy te is félsz. Tudod, a szívedben érzed, hogy meg kéne békülnöd Istennel. Hogy helyre kellene állítanod a kapcsolatot Istennel, és fel kellene adnod a bűneidet. És be kellene vállalnod most már tényleg igazán azt, hogy te Krisztus követője vagy. Vagy leszel. De nem mered, mert félsz. Mit szólnak a munkatársak? Mit szólnak a családtagok, a rokonok? Mit szól a város? Tudod mit? Nem az a kérdés, hogy az emberek mit szólnak, hanem az, hogy az Isten mit szól. Mert a végelszámoláskor ők nem lesznek ott, de ő igen. Hidd el, jobb a félelmet hátrahagyni, és átadni magadat Jézus Krisztus számára. Befejezésül egy dologról szeretnék még beszélni. Hogyha szeretnél, hogyan békülhetsz meg Istennel? Láttuk, hogy az árat nem nekünk kell kifizetni. Isten annyira nagyszerű, annyira csodálatos, annyira irgalmas, hogy nem úgy, mint az emberi béke, hanem egy teljesen egyedülálló isteni békét ajánlott nekünk. Kitárva a karjai. Jézus feltámadt a halálból. Csak rajtunk múlik. Hogyan tudsz akkor megbékélni vele? Hogyan tudsz belelépni ebbe a békébe? Mit kell tenned ahhoz, hogy ez a békesség megvalósuljon, helyreálljon? 4 egyszerű dolgot. Az első, hogy add fel a lázadásodat. Döntsd el a szívedben, hogy nem fogsz Isten ellen lázadni többet. És ezt mondd el neki. Uram, bocsáss meg, hogy lázadtam ellened. Bocsáss meg, hogy tévelyektem. Igen, valójában a szívemben nem az érdekelt, hogy te mit akarsz, és hogy te ki vagy, hanem a magam útját jártam. Istenem, bocsáss meg ezt nekem. Nem akarok többet lázadó lenni. Add fel a lázadásodat. Alázd meg magadat. A második tanácsom, hogy ítéld bűnnek a bűneidet. A bűneid választottak el Istentől. Nem az ő távolságtartása. Akkor tudsz megbékélni Istennel, ha feladod a bűneidet. Vald meg a bűneidet, ítéld bűnnek a bűneidet. Valami furcsa oknál fogva, valami megmagyarázhatatlan módon vannak emberek, akik úgy akarnak Istennel megbékélt viszont kialakítani, hogy a bűneiket megtartják. De olyan érdekes ez. De ők valójában nem igazi mély békét akarnak, hanem csak valami felszínes kielégülést. Valami kis lelki vigaszt. Valami kis megnyugvást. De tudod, Jézus neked nem egy rövid pillanatnyi megnyugvást akar adni arra másfél órára, amit itt töltesz. Hanem ő egy gyökeres, mély békességet akar neked adni. És az a gyökeres, mély békesség csak akkor jöhet létre, hogyha bűnnek ítéled a bűneidet. A lázadásodnak a termékeit. A lázadásod termékeinek ítéled. És úgy viszonyulsz hozzá. A pletykádhoz, a viszálykodáshoz, az arroganciádhoz, a pénzimádatodhoz, a paráznaságodhoz, és az összes többi bűnödhez. Bűnnek ítéled a bűnt. Ne félj! Isten nem fog elvetni, hiszen erről szól a kegyelem, hanem azt várja, hogy megbocsáthasson neked, hogy felszabadíthasson téged, és helyreállíthassa a harmóniát benned. A harmadik dolog, amit meg kell tenned, hogy kérj bocsánatot. Tehát feladom a lázadásomat, bűnnek ítélem a bűneimet, és bocsánatot kérek. Nem hárítom a felelősséget, nem másokra mutogatok, nem megmagyarázom, hanem azt mondom, hogy Uram, igen, én vétkeztem. Csak is az én vétkem. Bocsáss meg, kérlek. Tudod, milyen nagy ereje van a bocsánatkérésnek? Amikor ki tudod mondani őszintén a szégyenedet levetve Istennek, hogy Uram, bocsáss meg nekem ezért, és konkrétan kimondod, hogy miért. Abban a pillanatban érezni fogod, hogy legördül egy kő az a lelkedről. Amikor bocsánatot kérsz. És a negyedik dolog, hogy fogadd el Jézus megváltását. Mert ő bűnhődött meg a te bűneidért. Ő benne van a te békességed. Ez nem egy érzés, hanem egy tény. Ez nem csupán egy javaslat, hanem egy valódi lehetőség. A mi megbékélésünk Jézus Krisztus áldozata révén vált igazán lehetségessé. Tehát add fel a lázadásod, ítéld bűnnek a bűneidet, kérj bocsánatot, és fogadd el Jézus megváltását. Így fog létrejönni az a nagy békekötés.
Az a kérdésem. Te békességben élsz Istennel? Te már nem vagy lázadó? Ha igen, akkor arra szeretnélek hívni ma délelőtt, hogy köszönd meg újra neki. Hogy lásd ennek a nagyszerűségét, hogy emelje fel a lelkedet. Ha pedig felismerted, hogy lázadásban vagy, akár egy nagy lázadásban, mert még soha nem rendezted a kapcsolatot Jézussal, akár ilyen kis keresztény lázadásban, akkor hívlak, hogy gyere ki a lázadásodból. Engedd, hogy Isten szelleme megvizsgáljon téged, és rendezd a kapcsolatodat Istennel. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy váljon épülésedre mindaz, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Azért is fogadom köszönettel adományodat, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. Segítőimmel együtt teljes szívemből igyekszem Isten munkáját végezni. Ezért hiszem, hogy szolgálatom támogatásával valóban Isten munkájába vetsz, így te is részesévé válsz annak, és ő meg fogja áldani a vetésedet. Felajánlásodat a képernyőn látható bankszámlaszámra küldheted el. Annyi technikai kérésem lenne, hogy mivel a beérkező összegről számlát vagy nyugtát állítok ki, az utalás közlemény rovatába írd be az e-mail címedet, vagy a levelezési címedet, hogy kapcsolatba léphessek veled. Köszönöm, ha mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.